Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Olyat mondott Putyin, hogy olyan fegyverei vannak, mint senkinek a világban. Manőverező, nukleáris fegyverek, mindenféle rakéták, drónok, meg tengeralattjárók, amelyekhez nem kell ember. Nyilván ilyen már talán, mintha lett volna Amerikában és Amerikának is, de az itt a precíz megfejtést Horváth József biztonságpolitikai szakértőre bíznánk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Van ebben újdonság? Hiszen olyan dolgokról beszélt Putyin nyilván a kampányában, amely mintha már létezne mondjuk az Egyesült Államok arzenáljában. Hát valóban így van, hasonló fegyvereket a szuperhatalmak már régóta fejlesztenek, az Egyesült Államokkal az élen, de tudjuk azt, hogy Kína is lopakodó repülőgépet fejleszt, most pedig Putyin elnök állt elő ezekkel a friss fejlesztésekkel. Én inkább azt hiszem, hogy maga a tény, ami furcsa és újdonság, úgy tetszik, hogy ezzel a fejlesztésekkel most az orosz elnök előállt, és a beszédének a végén ezt meg is mondta, hogy neki igazából az a célja, azzal, hogy most megmutatta, hogy milyen új fegyverrendszereket fejlesztett Oroszország, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek a nagyhatalmak, és új pozícióból tudjon tárgyalni Oroszország. Lehet, hogy egy újfajta fegyver nem van kialakulóban, vagy az lesz, ami a népszerűbb lesz, minél kevesebb embervesztességgel ússzanak meg egy ilyen ütközetet. Hát a fejlett világban ez már régóta jelen van, ez a probléma, hogy élő erővel nem tudnak mindent megoldani, illetve a politikusok úgy érzik, hogy az emberveszteségek azok olyan súlyosak lehetnek adott esetben, ami az ő politikai karrierjüket is befolyásolhatja. Ezért aztán a hibrid háborúkra most már majd az a jellemző igazából, hogy nem a klasszikus frontvonalak vannak alapvetően, hanem akár kommunikációs oldalról folyik egy háború, akár ilyen precíziós fegyverek. Amerikai filmekben már láthattuk, abszolút érzékelhetően, hogy jöttek a pilóták, és ahelyett, hogy bukósakot vettek volna, beültek egy székbe, egymás mellett öten, megfogtak egy joysticket, és akkor most Szíriába megyünk, jó? Azt se tudja, hol van, és már joystickkel működik, és már lő, és valahol a nagy kaliforniai sivatagban. Ezt az én kisfiam is meg tudja csinálni, sajnos. Leül, előveszi ezt a joysticket, és úgy repülőzik a képernyőn, hogy elég félelmetes. Valóban így van, de ezt tudomásul kell vennünk, hogy ez a 21. századnak már a háborúja, ha úgy tetszik, hiszen ez, amiről ön beszél, szerkesztő úr, ez már a kőkemény valóság, hiszen időről időre azért hírt kapunk arról, hogy mondjuk terroristákat a Közel-Keleten az amerikai hadsereg ilyen módon iktat ki, hogy akár több száz vagy ezer kilométerről irányított precíziós fegyverekkel képesek mondjuk egy terroristát, aki egy autóban ül és megy a sivatagban, megtámadni és kiiktatni. És erre egy érdekes reakció. Úgy emlékszem, hogy a Fekete-tengerről is indítottak, vagy fél évvel, egy évvel ezelőtt az oroszok egy olyan rakétát, ami pont ugyanezzel a módszerrel talált célba. Hát valóban így van, ugyanakkor azért azt is tegyük hozzá, hogy mert amiről ön beszél, ugye az Szíriából történt, és Szíriába intéztek támadást ezekkel a fegyverekkel, hogy pont a szíriai konfliktus kapcsán, hogy Oroszország a beavatkozását arra is használja, hogy egyfajta demonstrációként, hogy a fegyver piacon is újra pozícionálja magát, hogy most már nem csak a nagy vasak vannak, hanem a precíziós fegyverek is, ami az orosz arzenálban ott van. De így akkor a fegyver piac is át fog rendeződni, hogyha az új technikát teret hódít. Hát valóban így van, ez már folyamatban van. Oroszországnak egyébként, mióta a szíriai háborúban az új fegyvereit elkezdte alkalmazni, azóta a fegyver eladásai elkezdtek emelkedni. Nagyon érdekes volt a taktika, amit említett, hogy először megmutatjuk, hogy mink van, aztán pedig leülünk a tárgyalóasztalhoz. Észak-Korea pont ugyanezt játszotta. Van nekem atomom, meg tudok levegőbe lövöldözni rakétát, és most jöhettek tárgyalni. Igen, csak annyi a különbség, hogy most nem lebecsülve, de Észak-Korea mégis egy barkácsatombombát rakott össze. És még nem hallottam. Hatalmas hadseregük van. Valóban, egy hatalmas hadseregük van a 70-es évek fegyverzetével, de, és ez nevetségesnek tűnik, de valóban így van. Tehát Észak-Korea mondjuk néhány száz kilométeres távolságot tud úgy bemérni precíziós fegyvereivel jó esetben, de adott esetben csak úgy az irányt tudja eltalálni, míg a valódi precíziós fegyverek azok néhány tíz méteres pontossággal találnak már be. Akkor ez a blöff atombomba, ez lehet, hogy nem is igazi, ez csak egy blöff. Barkács atombomba. Ez szeretnénk ezt klasszikussá tenni most. Köszönöm. Már innentől kezdve. Hát a barkács atombomba, annak azért megvan az a sajátos feelingje, hogy Kim In-King rossz gombot nyom meg véletlenül, és nem 300 kilométert repül, csak 6-ot,
és ott robban föl, ahol nem kellene. Sajnos ez abszolút mértékben benne van az észak-koreai fegyverek esetében, és ezért jelent valódi veszélyt, mert lehet, hogy ők mondjuk egy távoli célpontot céloznak meg, de egy közeli országban, mondjuk lakott területen sok százezer ember halálát okozza. Nyilván a lélektani hadviselésről beszélünk most elsősorban, amelynek vannak eszköz megnyilvánulásai, például ezek a drónok meg nagy fegyverek. A világ hogy fog kinézni 50 év múlva? Jósoljunk, nézzük meg. Nem lesz már ember valószínűleg a vasban. Csak a vas lesz, a vas ellen, nagyjából úgy, mint a Terminátor 3-ban. Ez egy romantikus elképzelés, én azt hiszem, és nem szeretnék ilyen hatalmas jóslásokba bocsátkozni, de a hagyományos fegyverek, főként azoknak az országoknak az esetében, akinek kevés pénze van és sok embere, azok esetében a hagyományos fegyverekkel való fenyegetés, az én azt hiszem, hogy életben marad, hiszen látjuk azt, hogy Oroszország esetében most ezeket a precíziós csúcstechnikát képviselő fegyvereket mutatták meg, de mondjuk a harckocsi fejlesztéseik, a helikopter fejlesztések, a klasszikus fegyvernemek vonatkozásában ugyanolyan hatékonyan folynak, és Oroszország esetében pont azt látjuk, hogy ezeket a klasszikus szárazföldi támadó erőket ugyanolyan mértékben tudják használni arra, hogy ezt a fenyegetettséggel az önön pozícióikat ennél a tárgyaló asztalnál biztosítani tudják. Ez lenne az igazi, hogyha senki nem használna ilyeneket semmire. Hát ez egy másik romantikus elképzelés. Ez egy női szépségversenyes filmekben, hogy a világbéka az egy fontos dolog, de az még messze van. Ennél szebb végszót nem tudom mondani. Világbéke. Köszönjük szépen.